Aliszáztuk zsíros deszka, vagyok, gondoltam, hogy megmutatom a kertet, hogy mi van, hogy van. Aztán beszélünk róla egy picit. Ugye ez az a mutatvány, amit nyáron mutattam, hogy vágjuk le a leveleket, mielőtt átültetjük a növényeket. És hát akkor legalább nézzük meg az eredményt, hogy hogy néz ki, miután felnevelkedtek a növények. Nagyjából így néz ki az egész plac, itt vannak a karfiolok például. Bejövünk, most már elkezdtek beérni. Megnézzük őket, gyönyörű szépek. Itt van, ezek még nagyobbak lesznek egyelőre, most kezdtek el beérni, van amelyiket már szedjük egyébként. Itt van tele szép karfiolokkal, nézzétek meg. Ez már egy picit nagyobb, így a tenyeremhez, hát még így, ja, így nagyjából ennyire így kézzel rá tudok fogni. És itt is vannak ugyebár, itt is, gyönyörű szépek, haj de szépek. És egy picit beszélgetek akkor a méretekről is, hogy átadjak valami hasznos kis tanácsot nektek, hogy mi az, ami nagy és mi az, ami kicsi, mert most pont ezt mutattam, ugye, hogy mekkorák, és a helyzet az, hogy bemegy az ember a közértbe például, ahol úgy megszokta nagyjából a hogy zöldségeket vásárol, ugye, és ott van egy méret már az embereknek a fejében, hogy nem tudom én, például itt van akkor a karfiol, hogy egy karfiolnak mekkorának kell lennie, és az lett a normális. Na most amit tudni kell, hogy ez nem igaz. Tehát a karfiol az nem akkora, mint a közértbe kéne lennie. Az a karfiol, itt vannak a brokkolik is, ezek is elkezdtek beérni, gyönyörű szép, tehát a brokkoli ilyenkor nagyon finom egyébként, amikor úgy jól össze vannak még záródva a... Hát ezek majd a virágok lesznek ugyebár, és minél jobban nyitottak lesznek a virágok, annál ilyen lágyabb lesz az egész, ez még úgy majdnem, hogy kemény az egész, ilyenkor nagyon-nagyon tudom ajánlani. Itt van, elkezdtek szépen beérni, ez még ennél egyébként egy picit nagyobb lesz, de nem lesz az a úristen nagyságú. És hogy miért nem? Ezt erre egy picit kitérek, közben nézegessük, hogy hány éret be és hány nem, itt még ez még most kezd beérni. Tehát a lényeg, ami lényeg, hogyha nagyüzemi termesztésről van szó, akkor ugyebár többnyire nem trágyát használnak a nagyüzemek, hanem műtrágyát. És a műtrágya az most így idézőjelbe teszem, mert nem ugyanaz, mint a szteroid, de hasonló, mint amikor egy embert ráteszünk szteroidos kúrára, és úgy kezd el edzőterembe járni, vagy pedig naturálisan ugye tápanyagokból táplálkozva kezd el edzőterembe járni. Tehát ugyanez van a zöldségeknél is, hogyha csak trágyázod és csak naturális anyagokat adsz a zöldségnek, hogy felnevelkedjen, akkor egyik az, hogy sokkal lassabban fog felnevelkedni, mint hogyha műtrágyáznád. És a másik pedig az, hogy kisebbek is lesznek, és akkor most ez miért jó, ugye fel lehet tenni a kérdést. Gyönyörű szép. És a helyzet az, a nagy igazság az, hogy az ízvilágban ez nagyon-nagyon meg fog jelentkezni, nem beszélve arról, hogy melyik egészségesebb és melyik nem. Na most nagyon-nagyon sokat az egészségről és ezekről a kérdésekről nem szeretnék belemenni úgy nagyon durcásba, mert mi is használunk permetszereket, de az viszont nagyon fontos, hogy mikor. Tehát amikor mi elkezdjük leszedni a körülbelül egy kb. Nem is tudom már lassan, talán egy hónapja, hogy permeteztem őket, ezért lehet látni, hogy különböző betegségek is megjelennek. Ezekre is vannak egyébként permetszerek, de... Most felteszem a kérdést, hogy most az, hogy gyönyörű szép a brokkoli, és a levele egy picit elkezdett kapni egy kis betegséget, mint amint láthatjátok mindenhol. Én most miért kéne lepermeteznem ezért, hogy gyönyörű szépek legyenek a levelek is? Tehát elég annyi levél egyelőre még egészséges, hogy a brokkoli fel tudjon nevelkedni, tehát csak a nagyon-nagyon szükséges permetezést díjazom, úgymond, legalábbis én, és oké, fel lehetne őket nevelni permetszerek nélkül is, csak hát egyik az, hogy ki fogja megfizetni,
És hát igen, igazániból az mi, ahogy mi ebből élünk. Tehát ezért a pénzért, amiért áruljuk, most akkor elmondom az árát is, egy brokkolit 200 yenbe kerül. Ennyiért nem tudnám eladni, hogyha itt vannak a lepkék is, jól érzik magukat. Ezek az átkok egyébként, tehát be kéne vonni hálóval az egész területet, úgymond. Itt van kél. És tehát még egyszer visszatérve, hogy nagyjából amikor elkezdjük szedni, azelőtt egy hónappal utoljára permetezek, és ne tovább. Itt van, ezek lila káposzták lesznek, picit furcsa fajta ez, tehát így jól megnő, tehát nem olyan, mint a normális káposzta, ami jó magasan megnő, és utána kezdi el kihozni a fejét, nem tudom, hogy miért, de nagyon finom. És itt vannak a káposzták, tehát nem hazudok, nézzétek meg, ez mind bogarak rágták meg, tehát hogyha ilyet nem fogsz látni a közértbe, tehát higgyétek el nekem, hogy nagyon régen permeteztem őket. De ha nem permeteztem volna abszolút, tehát mi neveljük fel a palántákat is, akkor viszont már nem lenne palánta se, tehát amikor még ilyen picik, megeszi a felső levelét, és vége, nem fog nőni a növény, tehát... De nézzétek meg, lyukacsos, mint a szitakötő, és ez így jó, ezt a... A mi vásárlóink tudják, hogy tőlünk biztonságban ehetnek, úgymond. És ez így rendben van. Megtehetném azt, hogy szarrá permetezek mindent, és akkor nem lennének ezek a kis lyukak rajta. Sőt, itt ha bele figyukálnánk, picit meg kéne, hogy bontsa, mert általában ide bemennek a bogarak, akkor bogarat is találnánk. Lehet, hogy majd keresek nektek egyet. De... Tehát igen. Ez fontos. Na most a káposztát is láthatjátok, hogy gyönyörű, szép, nagyok, de még mindig nem akkora, mint hogyha megtolattam volna ezerszer. Na most mi is használunk egyébként a nem csak naturális tápanyagokat, tehát használunk nagyon kicsit egyébként. Tehát ezzel is úgy vagyok, mint a permetszerrel, hogy ne sok vegyi anyag menjen a talajba. Tehát kapnak egy picit az elején, és de többnyire be van trágyázva a föld. De szépek, nézzétek meg így kezem méretűek. Na most, hogyha elkezdeném pumpálni őket, tehát és a másik fele az, hogy útközben én nem adok nekik már semmilyen tápanyagot. Na most ez nagy termesztésnél ez úgy néz ki, hogy útközben is megpakolják őket. Igen, már szedjük őket egyébként, azért ezeket, amik le vannak vágva, ezek már azért, mert elvittük őket eladni. Tehát, mikor nevelkednek, félúton megpakolják még egyszer tápanyagokkal, műtrágyával, és hát igen, ez a kettő közti különbség, de ez ízben, még egyszer mondom, meg fog jelentkezni. Ez meg hogy mondják ezt itt, úgy hívjuk, hogy mekebec, tehát ezek a kis káposzták, kelbimbo, az lesz az, kelbimbo. Na, ebből is van egy jó pár. Még egyelőre nem kezdtek el, de gyönyörű szépek. Tehát látjátok, káposzta, gyönyörű szép már. És nagyon-nagyon finom, még egyszer mondom. Tehát kis termesztőknél nagyon tudom javasolni, hogy 100%-ban trágya. Tehát, hogyha nem eladásra megy a dolog, és itt most megint az a lényeg, hogy ez például itt van, megette az elején egy bogár, és ilyenkor 2, 3, 4, 5 fejet hoz. Nézzétek meg, itt van egy fej, meg itt van egy fej, ezt még nem vettem észre, de ilyenkor azt szoktam, hogy ezt leszedem, ezeket az oldalsó hajtásokat, ott van alatta is. Lekapkodom, és így fel tudod nevelni, tehát maradjon egy fej. Ezt is a bogaraknak köszönhetjük. De hát ez már csak így megy. Ez van, tehát meghagyunk így egy fejet, és ugyanúgy szépen fel fog nevelkedni, ne ijedjetek meg, ne dobjátok ki. Tehát visszatérve, azért kell hoznunk valami méretet, mert hogyha nem abszolút, akkor nem is tudom, elképzelhető az is. Na most, ez is megint attól függ egyébként, hogy mennyi. Tehát egy kis termesztőnél én eljátszottam már, mert ahova szoktam rakni a tehén trágyát, ott szántóföldre rakom, ezeket utána ültettem, úgyhogy ezek még egyelőre kisebb állapotban vannak, ezek is a kaliflowerok,
karfiolok, cauliflower, ezt meg így hívjuk. Mindig japánul ugrik be a fejembe. És tehát ott viszont már, amikor onnan szét szórom igazándiból a talajba a trágyát, tehát onnan, amikor elviszem, akkor már nem akarom a földdel együtt elvinni, tehát ott szoktam hagyni, nem tudom én, majdnem, hogy egy olyan jó 20-30 centi vastagon, és ott adja magát. Tehát még egyszer mondom, ezt viszont nem tudnám eljátszani így az egész területen, kéne legalább, nem tudom én, 100-200 tonna trágya, ami megint csak jön a kérdés, hogy ki fogja kifizetni. Tehát ebből élünk. Viszont egy kis kertben, hát mondjuk másik zöldségeket is megnézni, kis kertben viszont az a helyzet, hogy ja, berendelsz egy tonna trágyát, és 40 centi vastagon végig tudod pakolni az egész földedet például, már jó, attól függ, mennyi földed van. Ha annál több van, akkor már eladásra mehet a dolog. Itt is láthatjátok, a bogarak jól megrágták. Kit érdekel? Tehát addig, amíg így nagyjából egészséges a dolog, ja, pár bogár megrágta, semmi gond. Na, itt vannak, ezek már elkezdtek előbújni, ezt úgy hívják, hogy rakkió, és nagyon-nagyon finom körivel enni. Ez is ilyen nagyon kis, olyasmi, mint a gyöngyhagyma, de egy kicsit ilyen mandulás alakja van, tehát nem feltétlenül kerek. És ja, nagyon finom, ezt is úgy szoktuk, hogy csalamádé, vagy nem csalamádé, hogy sóban ugye elteszi az ember, beérlelteti egy jó két hétig, aztán utána lehet edni. Ezek meg a fokhagymák, ez az egy sor, az a második sor, harmadik sor, negyedik sor, ezek is gyönyörű, szépen kikeltek már. Aztán ja, itt vannak retkek például, ezeket is már szedjük, mellette levelesek, ez az amaz. Ott van a következő turnus, ezt már szedjük, azok a kisebbek, az a következő turnus, és ja, csináljuk a dolgunkat. De tehát egy kis otthoni kertészetben nagyon tudom javasolni, hogy műtrágyát egyáltalán ne foglalkozzatok a méretekkel, hanem minél ja, lassabban fog felnevelkedni is, tehát ez egyik az, hogy a sebességét meglöki a műtrágya, a méretét megdobja, nem lesz olyan finom, ezt higgyétek el nekem. Itt meg be van vegyítve a különböző levelesek a céklával, ezek céklák itt. A céklák is kezdenek felnevelkedni. Ezt azért hagytam így meg, mert itt csak úgy szétszórtam egyébként a magot, a leveleseket, és utána döntöttem úgy, hogy inkább ide céklákat, és kikeltek a levelesek is. Gyönyörű szépek, úgyhogy majd ezeket is kiszedjük, elvisszük eladni, aztán meghagyom csak a céklákat például. Aztán ide mindig a maradékot szoktam egyébként elültetni. Bent a fóliaházban sokkal több cékla van, mindjárt megmutatom, átmegyünk oda is. Aztán a retekből is ennél sokkal több van, átugorjunk előbb a retek földre, hogyha valakit érdekel. És itt, amik megmaradtak már, így utána, aznap nem tudtam elültetni, stb. Azokat így ide ültettem. Itt is itt vannak a káposzták. Na itt, ja, visszatérek rá, ide szoktam egyébként lerakni a trágyát általában. És itt lehet látni, itt semmit nem használok, csak a trágya maradék, és így kezemhez mértem. Na ez már méret, tehát ezt is ki lehet hozni a trágyából, még egyszer mondom, de itt brutális mennyiségbe szokott lenni. Idén nem rendeltem trágyát egyébként, mert rohadt drága, úgyhogy ja, vissza kell csippantanom magamból, úgyhogy úgy szoktam már, hogy ilyen 2-3 éve, attól függ, mennyire engedhetem meg magamnak. Itt még vannak saláták, stb. Ezeket is már szedjük. És de itt viszont, ezeket viszont láthatjátok, hogy ezek kisebbek a kelbimbó, mint ami ott, amit mutattam a másik soron, amit használunk, ugye műtrágyát is például. Itt vannak a vörös hagymák, meg a lila hagymák, amiket elültettem. Gyönyörű szépen nevelkednek, ezeket így szoktam csinálni, hogy lehessen gazolni a kettő között, és akkor így
az ember így szépen ki tudja varázsolni. Itt is láthatjátok, hogy itt ez viszont kapott műtrágyát, tehát itt fontos, hogy gyorsan felnevelkedjenek, szép nagyok legyenek, stb. Tehát ez van, ez már csak ezzel jár. Na itt vannak ezek megint csak levelesek, spenót. Nem sokat nyomattunk belőle, de ja, itt végig spenót. Aztán itt is ez az amaz, levelesek, egy kis retek ez az amaz. Ja, mi itt csináljuk, hogy mindenből egy kicsit, tehát ezért nehéz a kistermelőknek a feladata, mert ezt is, azt is, amazt is 20, 30, 40, 50, egy évben több mint 100 fajta zöldséget nevelünk fel. Na, itt vagyunk a retkeknél. Ez kabő egyébként, tehát itt mindennek más a neve, nem tudom Magyarországon, hogy megvan-e változtatva a nevük, vagy csak... Konnichiwa! Hogy mindennek megvan változtatva a neve, itt mindennek más a neve, ez ayame kabő, ez meg a normális sirokabő. Aztán itt vannak piros, ez is kabő. Tehát ez mind retek fajták, félék. Ez is nagyon finom. Aztán itt vannak sárgák. Keressünk egy nagyobbat. Ezek nagyon-nagyon lassan nőnek, úgyhogy ott nem tudom, hogy látjátok-e a színét, vagy sem. Tehát ezek ilyen sárga fajta retkek. Még picikék, úgyhogy ezekkel várni kell egy picit, hogy felnőjenek. Aztán mellette van a fekete retek. Na, meglássátok, ott van. Tehát ilyen feketés színe van. Aztán ez is ugyanaz. Aztán mellette piros. Ez is egy másik fajta. Ezek is nagyobbra nőnek majd. Ja, még most kezdtük el őket szedni, nagyjából azt a méretet elkaptuk már, hogy tudjuk vinni, eladni, de ezek jóval nagyobbak lesznek egyébként. Van ilyen zöld, tehát mindenféle variációban, színben vannak. Fizettünk egy gazat is. Itt is piros, ez megint csak egy másik fajta piros. Aztán van ilyen murasaki, vagyis magyarul lila. Aztán Jövünk tovább. Ezt nagyon nehéz lesz megmutatni, ez egy nagyon finom fajta egyébként, ez csak így néz ki, ilyen zöldes a teteje, de belül viszont piros. Gyönyörű szép, amikor az ember ketté vágja, nagyon nagy kedvence mindenkinek. Ez ugyanaz. Aztán itt van ez a hagyományos, azt hiszem magyarul jégcsapretek. Kezemhez már, olyan jó, ez még lent a földben is van egy olyan jó 20 centi, olyan 40 centi, 40-50 centi is már. Ez is sokkal nagyobb, vastagabb lesz, stb. Szóval itt vannak a répák. Ja, a répából is van egy pár fajta sárga. Most nem fogok kihúzni a kedvetekért egyet, de ez ilyen citromsárga színe van. Aztán van a normál piros, úgymond piros répa. Meg itt mellette nagyon szarul jött ki, a legmelegebb időben ültettem el, és hát ez úgy, ahogy van, hát nem sok jött ki belőle. Tehát így jártam, több a gaz, mint a répa. Szóval itt vannak a répák egyébként, ez répa. Tehát majdnem, hogy nulla, ahogy előjöttek, de na mindegy, ezt ebből is majd, hát itt picik vannak. Itt tudtam ott, de a többi az meg úgy okéba előjött, tehát ezeket is már visszük eladni. Itt azért hiányos, mert visszük eladni, de az viszont azért hiányos, mert nem bújtak ki a magok. Oh, így járt ez a zsíros gyerek. Sokat magyarázott. De nem, ténylegesen a legmelegebbe, és nem volt semmi eső. Úgyhogy konkrétan így jártunk, de szerencsém volt, hogy a többi meg kikelt, úgyhogy semmi gond, van elég ahhoz, hogy el tudjuk vinni, eladni. Na, nagyjából szerintem ennyi. Megmutatok még egy-két dolgot, csak az érdekesség kedvéért, hogy mekkorára tud felnőni például egy rozmaring. Szerintem ilyet még úgyse láttatok. Na tessék, lássék,
Hát én vagyok 1,80, és nekem úgy a szememig ér az a fenti szár, úgyhogy adjátok össze. Na jó, ez kell egy pár év egyébként. Ez egy tő egyébként, itt egy tő, ott az egy másik fajta, meg ott van két tő, tehát öt tő van összesen, és egy egész dzsungel. Tehát ha az ember hagyja, hogy megnőjön normálisan, akkor ekkorára megnő, ott hátul meg articsóka. Ezek is, amint láthatjátok, ezek már így az elszáradt, ezen voltak már a virágok, ja, de ezeket csak így itt szoktam hagyni, tehát ez is, ez viszont magasabbra nő, mint én. Brutál kemény. Itt van másik articsóka, ez is így a hasamigér nagyjából, ez is majd fel fog nőni. Ezekből kiszedtem már azokat a kiágó, a megmaradt dolgokat, úgyhogy azt láthatjátok ott. Itt vannak, elültettük már a paradicsomokat is, amint láthatjátok. Hát még így ekkorák, mint a kezem, nagyjából 25-30 centisek. Ja. Még egyelőre be se kapaszkodtak a talajba, most öntöztem őket az előbb, ezért még ugye nedves a fólia. Ja, tehát így megy ez, ez se lehet mindig tökéletesen összehozni, főleg így, hogy ahogy mi csináljuk, láthatjátok, hogy ja, most is van több 10-20 féle fajta zöldségünk. Itt meg egy pók megpróbál rámászni a kezemre. Gyere ide, Sanyi, leugrott. Na jó. És tehát visszatérve, hogy a méretek, azt szokták mondani, hogy de igen, a méret az számít. Ezt én is aláírom, valóban így van, mert ha a méret nem számítana, akkor nem törekednénk arra, hogy minél nagyobbak legyenek. Tehát ez visszatérve, hogy mire szeretnék pontosan kiukadni, hogy ne keverjétek össze, hogy hova teszitek be a normát. Tehát ne az legyen a norma, amit a piac, nem a piacon, tehát ez csak, amit a nagy termelők ugye elénk tesznek. Nem az a norma, az sokkal nagyobb, és sokkal gyorsabban lett felnevelve. Tehát, és még egyszer visszatérve, ezzel én tisztában vagyok, hogy ízvilágban sokkal finomabb, hogyha valamit lassan, szépen, nyugodtan nevelünk fel, mint csillag megy az égen, ezt hallottátok már, ugyibár. És ez igaz, tehát nyugiba, mint nyúl a huriba, vagy valami, nem kell kapkodni, nem kell telipumpálni tápanyagokkal, adjatok neki időt, hogy gondolom, hogy ez is rájátszik egyébként, tehát hogyha gyorsan van felnevelve különböző olyan tápanyagokkal, amiket erre találtak ki, akkor ugye nincs ideje a növénynek felszívni azokat a tápanyagokat, és nincs ideje, szerintem ez csak az én véleményem, egyszerűen nincs ideje magába szívni, tehát itt az ízvilágot, gondolom én, ez csak a saját meglátásom, hogy több ezerféle tápanyag, szituáció, az, hogy mennyi ideig nevelkedett, mennyi napfény szívott magába, stb. Ez mind rájátszik az ízvilágra, mennyi vizet kapott, stb. Stb. Tehát, hogyha összetudnánk hozni azt, hogy 5 nap alatt felnevelünk egy, nem tudom, brokkolit, vagy akármit, egyszerűen honnan? Tehát nem lenne ideje felszívni azokat végigugrált rajtam a pók. Nem lenne ideje felszívni azokat a tápanyagokat, amik az ízvilágot igazándiból meghatározzák. Szerintem ezért lehet ez, de teljesen mindegy, hogyha valaki magának termeszt, akkor én rohadtul tudom ajánlani, hogy nyugodtan rendeljetek be trágyát, és ne ilyen kis mennyiségbe, hogy 20-30 kiló meg ilyenek, mert az majdnem azt mondtam, hogy lószar, de az még az sem, hanem nyugodtan be lehet pakolni a talajba egy olyan, nem tudom én, 40 centi vastagon végigteríteni, mivel hogy annyi, és ezt megcsinálod 2-3 évente egyszer akár, az úgy oké, vagy pedig megpakolod egyszer brutálisan, és utána 2-3 éven keresztül csak úgy megszórod a talajt, az is oké. A trágya az mit tesz igazániból? A talajban lévő baktériumokat és azoknak a baktériumoknak a számát határozza meg. Tehát azokat a baktériumokat viszed be igazániból. A trágyára ne úgy tekintsünk, mint egy rakás szarra. Tekinthetünk rá úgy is, de jobb, hogyha úgy tekintünk rá, mint baktériumokra.
Tehát azok a baktériumok nélkül, amik a trágya segítségével felnevelkednek a talajban, azok nélkül silány a talaj, úgymond nem él. És minél több van ezekből a baktériumokból, annál okésabb, annál erősebb lesz, annál ellenállóbb lesz a növényed, akár a bogarakra is, akár a betegségekre, arra biztos. De a bogaraknál még egyszer mondom, ilyen fajta, tehát megnézed azt, hogy melyik, ott most Magyarországon nem tudom, hogy milyen bogarak támadják konkrétan a melyik zöldséget, de itt például a káposztát, a brokkolit, a karfiolt, itt van ez a, nem tudom, hogy útközben repült el a kamera előtt, de tele van vele a szántóföld, ezek a fehér lepkék, és annyi. Tehát, hogyha egy kisebb szemű hálóval, mint az a lepke, tehát a lepke ne tudjon beférni a hálón, betakarod az egészet, ami még egyszer mondom, hogy itt nálunk majdnem, hogy lehetetlen lenne, vagyis hát kifizeti meg, összetom hozni, hogyha valaki megfizeti, de akkor, ja, most például egy káposztát, azt a nagyfej káposztát, azt is 200-ért áruljuk, és 5-600-ért kéne árulnom ahhoz, hogy azt mondhassam, hogy okéba vagyunk. Tehát, és kifizeti meg. De, tehát egy kis kertben viszont nem lesz nagy kunc, az vesz az ember egy hálót, 10 évig tudod használni, vagy még tovább, ha vigyázol rá. És csak annyi, hogy miután attól függ, hogy magról, vagy pedig veszel palántát, de magról nagyon tudom ajánlani. Magnál viszont más a helyzet. Itt van egy olyan kis bogár, amikor kikel a mag, a legelső szárát, tehát a fő tövét, amikor még nagyon-nagyon pici, ott teszi meg, belemegy. Ezt úgy hívják, hogy sinkülymüsi, és hát ez ellen viszont nem fog összejönni, az egy sokkal kisebb, az is egy lepke formájú egyébként, és leteszi a petét, és kijönnek, és belemennek, de az sokkal kisebb, tehát ott már egy kisebb szemű játéknál kell gondolkozni. Ezért mondom, hogy nézzek utána, hogy milyen bogarak támadják főként azt a növényt, amit fel szeretnétek nevelni, és így meg lehet védeni igazániból. Csak arra kell figyelni, hogy amikor átülteted, akkor biztos, hogy ne kerüljön be egyetlen egy lepke sem, mert ha igen, vége a dalnak, meg amikor elkezded leszedni már őket, felnevelkedtek, akkor is érdemes odafigyelni. Hát akkor igazándiból már, hogyha elkezdenek támadni, akkor már túl késő nekik, mivel hogy már felnevelkedett, és kívülről kicsit megrágják, kit érdekel. De a kis kertben saját magának az ember nagyon tudom ajánlani, hogy csak trágya, annyi elég egyébként, tehát semmi más nem kell a kertbe, kell trágya. És persze, hogyha amellett, amik megmaradnak, levelek, ez az amaz, elrohadt, mit tudom én, konyhából, banánhé, stb. Bekomposztáljuk, de nem is kell komposztálni, ezt is nekem nagyon sokan leírták, hogy nem ezt szoktunk komposztálni. Én nem szoktam komposztálni, mert rohadt macerás lenne, hanem úgy, ahogy van, mindig kijelölök egy területet a szántóföldön, és oda, ami hát nekünk ládákkal marad meg igazándiból a piacról is, tehát nagyon sokan nem kérik a leveleket, oké. Ott van például az a daikonok, a retkek, ugye, ekkora a retek, és van rajta egy ekkora levél, sokan nem kérik, annak ellenére, hogy ehető, és akkor azt összegyűjtjük, hazahozzuk, kijelölök mindig egy területet szántóföldön, és oda elkezdem pakolni. Tehát egy ilyen naturális komposztáló igazándiból. Na ott aztán, amikor beletúrok, ott aztán van gilisztától kezdve minden jóság. És úgy, ahogy van, ami után elrohadtott, beszántom a talajba, tehát nem szoktam vele sokat viccelődni, és mindig kijelölök más helyeket, és oda egészen egy nagy kupacot. Hát ott szoktam általában, ahol szeretném emelni egy picit a talajt, meg ilyenek, tehát ezzel én így eljátszogatok, de hát vicc az a mennyiség, amit, hogyha az egészet szeretném bekomposztálni, vicc, még viccnek is kevés, tehát egy kis kertben okés lenne, biztos. De sokkal jobban tudom ajánlani a kis kertben is, ne szégyellősködjetek, hanem rendeljetek be, attól függ mekkora a kert, 2-3 tonna trágya, az nem sok egyébként, tehát azt hinne az ember, hogy nekem itt ebbe a kis kertbe 2-3 tonna, úristen, nem. Még egyszer mondom, abba gondolkozzatok be, hogy betakarni egy olyan jó 40-50 centi vastagon a talajt, azt bekeverni a talajba,
imádni fogtok érte, meg mindent. A zöldségek, amik onnan kijönnek, na az hasonló lesz, mint hogyha szteroidra tetted volna, csak teljesen naturálisan. Tehát ezért van az, hogy itt is egyébként van egy haverom, aki biotermesztő eladásra. Oké, nem, még nálunk is sokkal kisebb tételben termeszt egyébként, és nagyon picik a zöldségei a mieinkhez képest, ahhoz képest is, amit mutattam az előbb. De még egyszer visszatérve, mi az, hogy kicsi, és mi az, hogy nem? Tehát ezt tudni kell, hogy a bio, tehát ő se, annak ellenére, hogy picit drágában adja a zöldségeket, nem tudja abban az árban adni, ami megtérülne ahhoz, hogy 40-50 centi vastagon minden évben például, vagy két évente egyszer megpakolja a szántóföldjét. Lehetetlen lenne. Tehát annyit nem tud elkérni a zöldségekért, így aztán úgy, ja, pakolja, de inkább annyi, hogy szórja, megszórja, és akkor azt bedolgozza a talajba. Tehát ez a kettő közti különbség a trágya és a műtrágya. A trágyából az, hogy ugyanolyan hatást kifejtsen, kell körülbelül 1 zacskó műtrágya, az még sok is ide. Ugyanabból a zacskóból negyvenet kéne leraknom ahhoz, hogy ugyanolyan hatást fejtsen ki. 40-et. 40-szer, ezt így most higgyétek el nekem nyugodtan, 40-szer erősebb a műtrágya, mint a trágya. Tehát, hogyha ugyanazt a hatást szeretnéd, hogy kifejtsen, 40-szer annyi trágyát kell bevinned a talajba, mint műtrágyát. És árban meg fogja húzni a zsebedet. De még egyszer mondom, egy kis kertben, nem igazándiból. És akkor tudod, hogy és a trágyára visszatérve erről, azt hiszem, hogy egyik videóban már beszéltem, hogy próbáljatok meg olyan helyről trágyát szerezni, ami megint csak nem nagy termesztő tehenészettől van, mert különböző gyógyszereket, ez az amaz, ugye használnak a tehenekhez különböző dolgok miatt, hanem ja, szomszéd faluba Gizi nénikének van 10 tehene, szuper jó. Oda mész, lebeszéled Gizi nénivel, hogy kéne a trágya, mennyi kő érte, és ja, hogyha össze tudod akkor hozni, akkor összehozod. Na, közben hívott a feleségem, hogy menjek enni, mert szíjes tukkol, és akkor ez a videó ennyi lenne, majd a másik fóliaházat megmutatom egy másik videóban, ott vannak a babok, rengeteg bab, aztán a cékla, és van egy kis uborka, meg még saláta, de ja, megyek enni, remélem, hogy ebből a videóból hasznos dolgokat ki tudtatok szipolyozni, és nem kell rám hallgatni, mindenki leveszi a saját magának pozitív tanulságot a videóimból, és kiegészíti azzal, amivel ő szeretné a saját elméjében, és akkor abból jön össze egy olyan, nem is tudom, egy ilyen kis egyedi zöldségtermesztés. Itt nem arról van szó egyébként, hogy különböző, nem is tudom, leírásokat kell követni, vagy különböző embereknek a tanácsát 100%-ba be kell tartani. Ugye mások az adottságok, más a talaj, máshogy tudja az ember összehozni, ezért sokkal érdemesebb az, hogy megnéztétek most ezt a videót, és innen annyi információt sajátítotok el magatokénak, amennyit szeretnétek igazándiból, és kiegészítitek azokkal az információkkal, tapasztalatokkal, inkább tapasztalatokkal érdemes kiegészíteni, amit ti tapasztaltok, hogy hát amikor így csináltam, akkor jobb volt, amikor úgy csináltam, akkor meg nem volt olyan jó, tehát az ember ebből tanul, így aztán a zöldségtermesztés ez egy ilyen meló, hogy halálunkig tanulunk igazándiból. Tehát megnézzük, itt van a paradicsom, és ja, hogyha itt van, én már termesztem 20 éve, ez annyit jelent, hogy 20-szor tudtam csak felnevelni őket, ami nagyon kevés egyébként. Tehát évente egyszer lehet csak, és ezért aztán ja, ha halálomig csinálom, nem tudom én, ha van még 20 évem hátra például, az már most vagyok ugye lassan 50, 70-es körül,
az már teljesen egy ilyen elfogadható kor, hogy az ember itt hagyja ezt a földi létet. Akkor is ott vagyunk, hogy 40 évig, 40-szer tudtam csak felnevelni a paradicsomokat. Tehát még akkor is azt mondanám, hogy még tanulunk. Tehát ez így megy. Ez mindennel így megy, és az éghajlat is változik, minden változik, úgyhogy az ember mindig úgy igazítja hozzá tapasztalatokból, hát oké, kicsit csúsztatunk az ültetésen, úgy évszakilag, ugye 3-4 éve már mindig meleg van, és akkor picit az ember 1-2 hetet csúsztat rajta, stb. De ugye az alapnorma, hogy úgy mondjam, ezek a tápanyagok, stb., ez csak egy alapnorma, amit érdemes betartani. Köszönöm, hogy megnéztétek, sziasztok!